Ezek a felvételek Záhonynál készültek, itt a Tisza vízállása napközben több mint 600 cm-es volt. A helyzet napról napra és sokszor percről percre változik a folyón. Itt az elmúlt 24 órában jelentős változás következett be, hiszen itt a tegnapi nap folyamán még egy álló jég volt, egy sík jég volt, viszont a felette lévő tegnapi napon még 18 km hosszúságú torlódott álló jég az éjszaka 3 órakor megcsúszott, és lejött ebbe a szelvénybe. Ennek következtében itt mintegy 2 méteres vízszintemelkedés következett be, és ez az állapotú álló jég alakul ki, egy torlódott álló jéget látunk a Tisza folyón. Ennek az alsó vége Győröcskénél található, és a mostani felső vége pedig a Tisza Szent Márton Vasúti hídnál. A nem mindennapi tiszai látképet a záhonyi általános iskolások is megnézték. Tanáruk magyarázta el, hogy milyen különlegességeket vehetnek észre. Ha megnézzük a kellős közepét a folyónak, akkor láthatjuk, hogy olyan hatalmas fatörzseket láthatunk, amelyeket szimplán csak egy nyári vagy egy tavaszi árdás nem biztos, hogy felfedezünk. Azonban itt a jég borotva módjára vágta ki az élővilágnak ezen részét, a fákat. Záhonynál még állt a jég, de pár kilométerrel arrébb Tisza-Szentmártonnál már látványos jégzajlás volt a dél körüli órákban. A vasúti híd mellett a Tisza és a Szamos jege vonult a Szőke folyón. Jég elleni védekezési és árvízvédelmi készültséget is elrendeltek a Tiszán. Jelen pillanatban a teljes tiszai szakaszon, illetve a szamosi szakaszon elsőfokú jégvédelmi készültség van érvényben. Árvízvédelmi készültség van jelenleg a 03-as általunk záhonyi védelmi szakasznak nevezett területen, a Vásárosnomi Zsurki árvízvédelmi szakaszon, és szembe vele a Beregi 07-es védelmi szakaszon, továbbá a Szamoson túron van készültség. A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban is várható csapadék, esőre és hóra is lehet számítani Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, valamint a folyók jegének további olvadására, vonulására, a vízállások emelkedésére.